No kiskezi csókolom, sziasztok fiúk, lányok, Paplóval vagyok, és itt vagyunk egy újabb Q&A-vel. Pontosabban nem csak Q&A lesz, hanem sorsolás is lesz, meg mellette szeretnék megbeszélni valamit, ami felütötte a fejét a közösségbe, és úgy voltam el, hogy mindenképpen szeretném megbeszélni, már csak azért is, mert aki kérdezte, azzal privátban meg tudtam beszélni, de az nem jut el értelemszerűen mindenkihez, meg tegnap kaptam még egy üzenetet, amit privátban sem tudtam megválaszolni, mert arra nem kaptam meg a lehetőséget. Így megbeszélném most értelemszerűen a kérdezőt, az kit akarom, meg ilyenek, nem szeretnék ebbe a kellemetlenséget neki. De jobb, hogyha ezt átbeszéljük, mert lezárult egy World of nyereményjáték, ott lehetett nyerni egy monitort, és lezárult bizony a Steel Series Rival 3 egérnek is a sorsolása, és erről akkor beszéljünk egy kicsit, még mielőtt rámegyünk a kérdésekre és a Q&A-re. A, a Steel Series sorsolás, ott volt beleszólásom, hogy milyen platformon csináljuk ezt az egészet, ott rám hagyták természetesen, így azt használtam, amit mindig használunk, hiszen az, a úgy az ilyen legdemokratikusabb, de vagy hogy hívjam, a legnagyobb esélye mindenkinek van, mindenkinek is. Gyakorlatilag ott teljesíteni kell feladatokat, és minden feladatért kaptok úgymond egy ö, ilyen jegyet abba a kalapba, amiből húz. Viszont a World of Worship nagyon szerette volna, hogy csináljunk egy Discordos nyereményjátékot, hiszen ők szerettek volna úgymond a Discordon is ö, részt venni, és ebbe már jóval kevesebb beleszólásom volt. Viszont ők felajánlottak valamit, kértek valamit, és ezt kellett teljesíteni, ez nem volt más, mint hogy játszatok a World of warship csináljatok egy képet, és utána meg legyen rá egy ilyen like verseny. Értelemszerűen itt azt fog nyerni, aki a legtöbb embernek küldi el, legtöbb helyen ossza meg, legtöbb ember kér meg. Ezt jeleztem is feléjük, hogy nem biztos, hogy a legjobb ötlet, hiszen már az első nap voltak, akik egyébként elhúztak ilyen 80, most már több mint 100 lájka, like ők is belátták később, hogy hát ez lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet, viszont akkor már visszavonni ezt az egészet, meg megint csak olyan lett volna, hogy aki meg belefektette az időt, meg zaklatta a világ összes barátját, akkor meg ő lett volna felháborodott, teljesen értető, ezt végig kellett csinálnunk úgy, ahogy. Ez nem veszt szerintem ebből, viszont amivel megkeresett a bizonyos ember, szeretném, hogy akkor azt átbeszéljük, mert egyébként én úgy érzem, hogy a stílus az nem biztos volt. Nem biztosan volt olyan, mint amit megérdemeltem volna. De akkor ahelyett, hogy felolvasnám, meg beraknám, bár azt terveztem, de arc nélkül, inkább csak beszéljünk arról, hogy miről beszélt, hogy miért vagy szánalmas ez az egész és hogy miért nem volt fair play, meg hogy miért kellett volna a moderátorjaimat kizárni, hiszen a legfrissebb moderátorunk Alvin nyerte ezt a monitort. Na, menjünk végig a dolgokon szerintem. Az, hogy valaki moderátor, egy ilyen like versenyben szerintem nem nagyon sok vizet zavar, mert az nyer, akinek a legtöbb ismerőse van, vagy aki a legtöbb fórumon ossza meg, tök ugyanaz, mint a Facebookos like verseny, azokat se szerettem, ezért se a moda de kaptunk egy ajándékot, és ehhez a feltételhez kötötték, így szerették volna ők megoldani. Ez az ő ajándékuk, ők döntik el, miképp szeretnék. Én maximum azt mondhattam volna, hogy ő tollott a fülükbe, de most miért ne nyerjen valaki egy monitor, baszki. Menjen. Később beláttam, hogy lehet, hogy jobban kellett volna súlykolni, meg is beszéltem velük, legközelebb már nem ezt fogjuk használni, értelemszerűen, ettől függetlenül. Az, hogy valaki moderátor, az beszéltem tegnap, még mielőtt ezt elolvastam volna, mert egy forgatáson voltam, ott is volt egy nagyon kedves néző barátném, aki felvetette, hogy egyébként szerinte miért problémás az, hogy én moderátorokat nem zárom ki a nyereményjátékba. Én azt szeretném elmondani nektek, hogy a moderátorok, akik itt vannak velem már évek óta, vagy a legújabb például Alvin, teljesen nulla forintért csinálják ezt, ők nézők. Ugyanolyan nézők, mint ti, akik extrába emellett egy olyan feladatot vállaltak fel, hogy úgymond a közösséget ő, tisztába tartsák, ne jöjjenek be a rákosak, vágjátok, aztán írják itt a csúnyaságokat, vagy bántsanak titeket, engem, vagy egyszerűen csak spameljenek, reklámozzanak, és így tovább. Segítsenek abba, hogy ha mondjuk játszunk valamivel, akkor legyenek szavazások, hogyha vannak parancsok, azokat aktualizálják. Van egy csomó feladatuk, amiket megcsinálnak teljesen ingyen és ők olyan, mint te vagy én, egy dúd. Azért emeljük ki általában a moderátorokat, mert már sokszor láttuk őket, látjuk, hogy normálisan írnak, látjuk, hogy kedvesek, és egy bizalmat elnyernek a mi irányunkba, hogy ő, igen, ő azért vágja, hogy hogyan kéne működni egy, egy Twitch vagy egy YouTube csetnek. Emiatt pluszba büntetni őket, hogy te dolgozzá ingyen, nézed a streamet, de mellette nincsen lehetőséged arra, mint Pistikének, aki egyébként csak hallott valahol a nyereményjátékról, és soha az életbe még csak nem is nézett streamet, de idejön jön és megnyeri mondjuk a, az egeret vagy a monitort, majd eladja a hardware aprón, én azt nem tartanám korrektnek. Már csak azért sem, mert tényleg arról beszélünk, hogy azért, mert valaki moderátor, nem lesz tőled kevesebb, de nem lesz tőle sokkal több se. Annyival lesz több, hogy neki megvan az a jogköre, hogyha valaki valami károsat tesz, akkor az ellen fel tudjon lépni, és én ezt nem szeretném büntetni. Ez nem egy fizetős dolog. Hogyha azt mondanám, hogy minden hónapban kapnak egy kilót, bár csak tudnék fizetni nekik, akkor persze, akkor azt mondanám, hogy srácok, ti ezt munkaként végzitek pénzért, ne vegyetek ebben részt, mert ez csak a nézőknek szól, ők is nézők. Lehet cukrozni a szart, vagy sem, de ez így van. Emiatt nem érzem úgy, hogy ez nem lett volna fair veletek szemben. Így is egyébként nagyon sokan szép eredményeket értek el. Értelemszerűen az első két helyezett az még streamel és twitchen. Most akkor, ahogyha ezt nézzük tovább, akkor kizárhattunk volna mindenkit, aki streamer, mert akkor sokan nézik. Akkor valószínűleg le kellett volna ellenőrizni, hogy ki az, aki mondjuk spamel Facebookon, fórumokon, Redditeken és kizárni ezeket is. De ez, egy, ez nem egy járható út, szerintem. Mindig van kire mutogatni, hogy ki miért ne nyerje meg, és ki miért érdemelte volna meg jobban. Higgyétek el, ha én tehetném, minden egyes nézőnek adnék valamit. Tényleg. Megérdemlitek. Nagyon szépen köszönöm nektek, hiszen folyamatosan itt vagytok, együtt egy közösséget alkotunk. Ezért kérem meg azokat, akik esetleg ilyen stílusban írnak, hogy gondolják végig még mielőtt írnak valamit, vagy egyszerűen csak tegyék fel először szolidabban a kérdést, majd utána, hogyha úgy válaszolok, hogy látja, hogy egyébként egy büdös fasz vagyok, akkor nyugodtan küldjön el a brébe, de nem érzem úgy, hogy ez nagyon rajtam ment volna el, és azt sem érzem, hogy büntetnem kellene a saját közösségeimet, illetve azokat, akik tesznek érte, hogy nap mint nap egy olyan streamre jöjjetek, egy olyan írőadásra, ahol egy pozitív közösség fogad titeket, ahol nem anyázás van, ahol nem egymás bántása van. Emiatt nem szeretnék senkit ö, büntetni, mindjárt megnézem, hogy még. A másik az, ö, amit még írt, hogy az lett volna korrekt, hogyha a nyertesek ö, visszalépnek, mert, vagy én visszaléptetem őket, mert Alvin például moderátor. ugyanez a véleményem, szerintem ezt kifejtettem, és hát az, hogy valaki olyan nyeri meg, akinek már van kettő monitore, egy harmadikat, az pedig olyan, hogy az élet sosem olyan volt, hogy az nyer valakit, akinek tényleg szüksége van rá, hogyha az nyer, akkor az nagyon hálás és boldog lesz érte, ha nem az nyer, biztos ő is tudja használni. És ez ez egy nyereményjáték. Ez, ez nem, egy, nem egy jótékonysági dolog. Ki lett hirdetve, volt egy nyeremény, meg kellett csinálni, amit meg kellett, és aki nyert, az nyert. Szóval a World of Warships-es monitoros dolgot akkor itt le is zárnám, és egyébként gratulálok Alvinnak ettől függetlenül. A jó Istennel is megosztotta ezt az egészet, és egyébként így is azért szoros volt, és nem csak olyan emberrel volt szerintem szoros, aki egyébként mondjuk streamel, vagy bármi, hiszen voltak azért bőséggel olyanok még, akik 86 like alatt volt Vini, aki az egyik törzsnézés csak csetel, és azért mondom, hogy azért ezt meg lehetett volna nagyon tolni, ha valaki nagyon akarja, kurva sok energiát kellett volna belefektetni, és egyébként is én jobban szeretem azt, amikor minimális eltérések vannak abban, hogy hogyan sorsol a cucc, ezért jó a Glim, ott annyi van, hogy megcsinálod a dolgokat, és hogyha minden nap újra megcsinálod azt a két feladatot, hogy mondjuk nézd meg a linket, meg ilyenek, akkor mindig még egyszer benne lesz a neved. Ahhoz meg nem kell senkinek semminek lennie, hogy rá tudjon kattintani egy linkre, ez tényleg csak az, hogy mennyi energiát fektet bele. És, és azért ez nem sok ügy, kiskutya. Szóval ne haragudjatok még egyszer, tényleg, mert nem csak visszahárítani akarom ezzel az egészen, hogy elmagyarázom, hogy miért és mi hogyan volt. Szeretnék emellett természetesen bocsánatot kérni, hogyha ezzel bárkit megsértettem, de minimális ráhatásom volt, és az a rész, hogy moderátor ne vegyen részt a gyereményjátékon azzal, meg nem fogok, és nem értettem soha egyet, mert ők tényleg ugyanolyan emberek, mint ti, és hogyha valami miatt jobban szeretik őket, mert ez is benne volt, ez az meg azért, mert aktívak, azért, mert beszélgetnek, azért, mert segítik a másikat, ez így van ha szeretnél te is ilyen lenni, ott a chat nyugodtan írjál. Rengeteg dolgot szoktunk átbeszélni. Ha valaki csak stalkol, ne csodálkozol, hogyha kevesebben állnak mellé. No, nézzük akkor viszont a másik dolgot. Steel Series Rival egérnek a nyertese, az nem lett más, mint Doppergés, egy Kawasaki fantázia nével rendelkező ö, Gergő. Gergő. Gergő, gmail Romániából. Gergő, a SteelSeries mi az itthoni ö, cimborái, nem sokára fel fogják veled venni a kapcsolatot, és akkor lesz lehetőséged megkapni ezt az egeret. Még egyszer gratulálok neked, azzal nyerted el pont, mert tök jó a Glim még azt is kírja, hogy melyik ilyen akcióval sikerült ezt megcsinálni, hogy rákattintott hogy nézd meg az oldalt, szóval ez nem volt egy nehéz feladat, de sikerült, és nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél a nyereményjátékban, és mindenkinek, aki részt vett, nem az utolsó, nem az utolsó, skacok. Most ezt itt jó bejelentem, de egyébként ö, még nem startolt el, de ha nem vagyok nagyon lusta, és időbe végzek a stream előtt, akkor még a héten, de remélhetőleg ma el startol a következő Steel Series nyereményjáték, ahol egy Nova 3-as headsetet fogtok tudni megnyerni. Big Nova 3, és hát ez valószínűleg a hónap vége felé lesz majd lezárva, ezt majd még jól megírom, mert ebbe a pillanatban álmodtam meg, hogy Mizu, én úgy gondolnám, hogy a 24-i héten fogjuk ezt összehozni. 21-23-ig úgysem vagyok, mert nagy szerelmeskedések lesznek, ez most tök szexuálisan hangzott. Évfordulónk lesz, párommal elmegyünk hétvégén pihenni. Ja, szóval, igen, 24 heten ö, sorsolni fogunk, és akkor a Nova 3-as headsetet lehet majd megnyerni. Glímen, nem like verseny, ugyanazok a dolgok lesznek. Lájkolj egy oldalt, nézd meg egy oldalt, kövess be Facebookon, bla 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 bla. Minimális dolgok, amiket meg lehet csinálni hamar, és igazából utána pedig, hogyha minden nap megnézitek a linket, amivel a Tök elégedett lesz, aki adja ezt nekünk ingyen, hogy kisorsoljam nektek, akkor megnyerheted az egeret. Kisorsolja jó egeret, headsetet, kisorsolja jól a nevedet. Szóval, kérdések viszont, hiszen két hónapnyi kérdés gyűlt össze, mert egy nagyon, nagyon elhavazott streamer bácsi mindent, mindent, mindent leszopott ebbe a hónapban, ne haragudjatok, hogy így megcsúsztam, de tényleg minden volt, aki a streameken ott van, az tudja, hogy itt nyomozói megkereséstől kezdve, navos világháborúig tényleg minden volt ebben a hónapban ami miatt egy kicsit elhavaztam, meg hát összecsúszott két kampány, de hát az legyen a életünk legnagyobb problémája, hogyha egyszerre két szponzor is van, ami adja az ajcsikat, ugye kiskutyám. Mikor lesz kiskutya szponzorunk? Kiskutyám, snackit akarsz, a világ összes snackjét, én meg egy Bernát együtt melléd, meg egy meg egy kis fluffy korgit. Na szóval, első kérdés, nem is más, mint Rihardovics 1491, Tervezek-e olyan tartalmat gyártani, ami nem csak gaming, hanem vlog, jellemű... vlog jellegű tartalom? Ö... Hát vlogot annyira nem. Az az igaz, csak én vagyok itten a vidékországban, nem megyek sehova. Itt vagyok, dolgozom, nézem, hogy hogyan lehetne fejleszteni a streamet, milyen játékok jönnek ki, mi a helyzet a Warhammernek a házatáján. Nem igazán van olyan dolog, ami szerintem úgy lehet érdekes, hogy én mit csinálok. Most mi vlogoljak arra, hú geci, ma nagyon kigyomláltam. Meg ettem ezt, meg azt, meg amazt, meg edzettem. Meg a kis kutyával hemperegtünk a pőrén, a fűn és dobáltuk, nem tudom, eprekkel a szomszédot, nem, nem tervezek nagyon vlogjelegű tartalmat. Vagy hogyha igen, akkor az ilyen szezonálisra mondanám, elmegyünk mondjuk valahova, külföldre, valami nagy, nem tudom hova, Gamescon, most nem lesz ilyen, de ha lenne, arról mondjuk lehet, hogy vlogolnék. De az a baj ezekkel a vlogokkal, hogy én úgy, ér, úgy érzem mindig, hogy ez bár tartalom is plusz, mellette az élményből elvesz. Mert onnantól kezdve nem tudsz arra koncentrálni, hogy csak szórakozzál mert Fú, akkor ennek most honnan vegyük fel, mit vegyünk fel, mit mondjunk, miért csináljunk, és nem tudod magát az eseményt me me megijelni. Ezért annyira nem. Nem, nem élem ezeket a vlog tartalmakat sajnos. Biztos lenne rá kereslet, biztos ö lehetne ezt úgy csinálni, hogy jó legyen, de kevés dolgot ö tudok élvezni az életbe, és nem akarok még többet elvenni azzal, hogy, hogy még többet munkává teszek elég, hogy a, hogy a Warhammer az, az most megcsináltam rá a csatornát, amire nem gyártok tartalmat, de ahogy elkezdtem, azóta kevesebbet forran lesz meg. Na mindegy. Második kérdése. Az az eszköz, ami megkönnyíteni a munkámat, mint YouTube tartalomgyártó. Eszköz. Hát mondjuk biztos jó lenne egy prompter. Hogy folyamatosan szexi nézek a kamerába, miközben válaszolok nektek. Meg egy ávány. Valami olyan ávány, amivel a vorham. mert <laughs> tudom jobban fentről venni. Mert az, az igazság azon harcolok, mióta itt vagyok, hogy a fenti kamerát hogy oldom, meg úgy, hogy ne essen le. Meg hát négykes kamerák az jó lenne. Lenne három darab négykes kamerám, ebből már van kettő, akkor elég menő szögeket tudnék bezárni. De ezek olyan dolgok, hogy ez egy csomó ráköltés, de egyébként nem térül meg soha, ezért szépen lassan, amikor úgy vagyok, akkor csinálom őket, meg veszem. Mindig így haladunk. Ezen kívül talán egy videókártya, mert én úgy látom, hogy ez az Intel, es kezd felsülni számomra. Az AV1-es kódolással így, hogy 2 akar kódolni streambe, ő elvérzik, nem bírja. Valószínűleg egy videókártyát kell majd cserélni a gépbe. Hát, biztos van még ezer dolog, biztos jobb lenne még. Ez meg az. Én igazából elégedett vagyok azzal, ami van. Szerintem. Ami minőségi és javítani lehetne, az én vagyok. Több boldogság, kevesebb stressz. Ezen dolgozom. És hát nem, nem tárgyi dolog ez, hanem inkább, inkább az, hogy, izé, hogy persze egy, egy vágó, most itt Jukit megkértem, és akkor neki gyakorlatilag ki tudtam suvickolni valami nevetséges összeget, mert bár hülyére keresném magam, de nem, hogy ő vágja a sortokat, ez biztos jó lenne, meg, meg ugyanígy, hogyha mondjuk lenne még más vágó, aki ezt csinálja, és lenne sok vicces sort, ahhoz az kell, hogy például én vicces legyek. Majd egyszer felveszek helyettem egy ait, aki vicces akkor, akkor lehetne külön tartalom például a sortok. Nem minden izé, YouTube, meg, meg, TikTok, meg ilyenekre bú, ugyanaz menne ki. Ez biztos sokat hozzáadna a lathoz, hogy fú, tök jó, van három platform, mind a hárman más sort van. De az egy héten nagyon sok sort van -e. És a bú, így is azért, hogy amikor hétből hét legyen, vicces, vannak olyanok, amikor annyira nem vicces. Na nem mindegy. Nem mindig játszunk vicces játékokkal, csak amikor végig játszunk, például egy, egy, egy Fallout végig és ami geci retro, hát abban viccesnek lenni. Biztos lehet, <laughs> de majd még nem tanultam meg azt a skillt. Na nézzük a kövit. Honnan jött az ötlet, hogy te, mint Otto videós tartalomgyártó leszel? Sehonnan. Annyira sehonnan. Hát még haverok átjártak hozzám, és piáltunk, vizipipáztunk, és dotáztam, és azt nézték, és ahogy felnőttünk, mindenki elkezdett dolgozni, szétszélettünk, és akkor merült fel, hogy hát egyébként ők néznék még mindig, és akkor elkezdtem streamelni. És annó Dota 2-t, meg Star Citizen streameltem ennyi haveroknak, aztán a haverok így, így elkoptak részbe, bár sin még mindig itt van néha, marcipántéglacimborám, és, és feltöltődtek az emberek veletek, egy új sereg létesült. A mennyek királysága, ügye kis kutyám. Jó van, nem hülye az apa, csak kicsit. A hármas kérdésből merült fel, hogy honnan jött a paplovag név. Ezt megválaszoltam egy qn be még régen. A pap név a Adon papból jön, az egy Avatar trilógia nevű Forgotten Realms könyv, hogyha jól emlékszem. Ő a szépség szerelem és szenvedély a papja, a lovak pedig fényes kardus jött, ő pedig a Dragonlance krónikákban volt számomra meghatározó ö, figura. És összeraktam a kettőt, mert tudtam, hogy van Paplovak és így mégis olyan jó érzés volt. Azért jött maga a Paplovak, hogy legyen egyáltalán, mert régen nagyon sokat dotáztam, meg Heroes of the Storm aztán, és emlékszem, Heroes of the Storm volt az, ahol először használtam ezt a nevet, ö, hogy ne kelljen a nevem mögé odaírni, hogy be Hóne mert kurva igény, igénytelennek éreztem, és inkább adtam egy magyar nevet, hogyha magyar sodródunk véletlenül össze a játékba, akkor egyből tudja, hogy magyar vagyok, felvegyük egymást és játszunk együtt. Köszönöm Riárdovicsnak a kérdéseket, nézzük a következő úri embert, ő, Tomit. Honnan jött a batman dolog, mert régebben háttérbe volt Batman, Dísz, Digó, Bugi a Batmobile, stb. Batman-en nőttem fel, nagyon szerettem, kedvenc szüperhős, Tim Burton, Michael Keaton képregények előtte, amikor kicsi voltam, akkor az Eden Vesztes sorozatot is nagyon szerettem. Batman, Batman Rules, Ennyi. Agócs József, 80-60. Szia, papi, mi az a dolog, amit megváltoztatnál a karriered a során? Semmit. Ezt tett olyan nám, vagyok. Nem tudom, hogyha bármi változtatnék akkor még ugyanaz az ember lennék mint most. Így inkább nem változtatnék semmit, mert szerintem ez nem rossz. Sokat panaszkodok, hisztizek, gyafogok, de, de egyébként tök jó olyan az életemben, de sokkal rosszabb. Mi a jövőre látható tervek? Jövőre látható terep? Hát az RP mellé én szeretném nagyon visszahozni a, a végigjátszásokat, ezt el is kezdtem, emiatt el is kezdtem előbbi streamelni, meg a sortok, sortokat is elkezdtük. Igazából így építjük fel, játszunk, el vagyunk, talán egy kicsivel lehetne több beszélgetős tartalom, de mondom, mostanában nem vagyok úgy annyira a, nem tudom, a lélek csillogó kis tornácsa, hogy a legjobb társaság legyek, ezért, ezért úgy voltam annyira nem pufászok, inkább játszok, azt csak amikor kérdeztek, akkor megmondom, hogy a bucika a legszebb a világon. Melyik játék világába élni a szívesebben? Ö, Cyberpunk, Fallout vagy valamelyik másik gép? Cyberpunk az nem mondjuk rosszul Cyberpunk. De egyébként, hát ez attól függ, most élhetsz a Cyberpunk világába is, hogy egy hajléktalan vagy, vagy, vagy egy gén rabszolga, vagy valami a fallout is szar lehet gulnak lenni. Itt attól függ, hogy milyen élet szituációba kerülsz. fallout biztos nem jó élni tök jó játék, de azért valljuk be, hogy az nem egy szép világ. Cyberpunk, az tök menő lehet, hogyha jó helyre születsz. más játék, fantasy, ugyanúgy Dungeon and Dragons, is biztos geci jó lehet, hogyha jókor vagy jó helyem. Szóval hát ez ettől függ. Cyberpunk az, az van a legközelebb is. Valami olyan, amiben nem döglök meg nem sokára, mert azért most már így lassan 40 fel azért azt mondom, most, most már elhássunk a kis Kiskutyám, elkaparsz majd az eper falát? kapok egy szép gödröt a cicam elé? Isten nyugosztalja a kis cicád. Következő kérdés. Mikor a várható a ped leváltása? Meggondoltam magam, igazából mióta Robi megcsinálta, hogy nem bágos a pedem, azóta nem zavar. Azóta egészen megszoktam. Inkább majd kéne csinálnom új ruhákat. Sajnos a kövér amit terveztem, az besült, mert bágos volt, mint a picsa, ezért nem tudjuk behozni. Pedig nagyon szerettem volna. Hogyha az, az, az valahogy orvoslódna, akkor behoznám a kövérpedet mert az kövér nő, kövér férfi, rengeteg új ruhával. Én nagyon szeretem, hogyha valami változatos, ezért szeretem például Londont, és itt is tök jó lenne, hogyha lenne variáció, nem mindenki a kisportort, király lenne, meg a kisfiú lenne. Monó asszony? Szia, papi! Mit tudsz leginkább, vagy mit tud leginkább zavarba hozni? Mi volt a legkínosabb pillanatod eddig? Hát a legkínosabbat nem osztanám meg, ne haragudj. Ja. Hogy mit tud zavarba hozni? Általában, hogyha dicsérnek vagy kedveskednek, azzal mindig zavarba lehet hozni. Tegnapi zavarba hozott egy lány, hogy túlságosan élvezte a társaságomat, nagyon sokat nevetett, és nagyon kedves volt, ami jól esett értelemszerűen. Párkapcsolatban élek, ezért nem is léptem úgy fel. Zavarba tud hozni. Én Valószínűleg épp azért, mert ilyen. Az én fejemben én most nem vagyok boldog. Egy, azért is, mert akkora vagyok már, mint egy, izé, mint egy teny tenyészbika. Szóval egy kicsit helyre kell raknom magam a testileg is, hogy lelkileg is jól érezem magam, és éppen azért, hogyha egy nő bókol meg ilyenek, akkor én nagyon zavarba tudok jönni. Ilyenkor nem látszik, de, de belül kis elpirult négy éves kislány vagyok, aki most kapta meg az első rózsáját. Hol képzelem el magam? 5-10-15 év múlva. Öt év múlva itt képzelem el magam, remélhetőleg úgy, hogy már a ház az tök jó, és kifizettem a hitelt, és, és valószínűleg egy, egy vagy két kisbabával, that's the, that's the plan. Tíz év múlva is itt képzelem el magam, akkor már sokkal frusztráltabban, mert akkor lassan elkezd csajozni, vagy elkezd pasizni a gyerek. 15 év múlva, pedig már valami komoly fegyverzettel kell előálljam, hogy az udvarlókat lelőjem, és a világ összes óvszerével, amit a mindenféle kinyitható tárolójába a gyereknek bedobálok, hogy használja. Ezen kívül egyébként, hát én szeretek streamelni, értelemszerűen ameddig tudjuk ezt csináljuk, ameddig kifizeti a számlákat, és igazából azt csinálom, amit szeretek, nektek, akiket szeretek. Ennél jobb nincs hogyha nem ez, akkor pedig nagyon jó kérdés. Egy biztos, hogy a szakmámban nem szeretnék még egyszer visszamenni. Én bár kurva jó, kerestem vele. Elég volt 11 év. Valami mással próbálkoznék, valami újjal. Igazság szerint egyébként még van egy ókáim, OK amit el sem lőttem. Most nézegettem ilyen pálinka főzést, meg ilyenek, de hát párom mondta, hogy egyébként ez lehetne hasznos is, amivel teljesen igaza van. Nem tudom. Egyébként szívesen elmennék valami marketingesnek, vagy valami reklámcéghez, vagy valami hasonló, ami ezzel foglalkozik. Akár még egyébként, hogyha több időt, energiát fektetnék bele, lehet, hogy még videókat is szívesen vágnék, csak nem por ezt, mert úgy hallottam, az megölli a lelket. Szóval igen. Én szeretném ezt csinálni, mert szeretem ezt csinálni, szeretek játszani. Inkább az zavar engem ebbe az egészben már, hogy Annyira csökken a játékoknak a minősége, hogy az én élvezeti faktorom már nem ugyanott van, mint annó, amikor nem tudom, tíz éve vagy hét éve elájultam egy játéktól, mert láttunk száz ugyanolyat, és mindig ugyanazok a szarok jönnek ki egy kis csavarral. És van egy kis lelkesedés, majd utána rájövök, hogy ez ugyanaz egyébként, ugyanaz a rágógumi, csak most éppen piros a külsője, nem pedig zöld remélem, hogy fogják vagy változni a gaming ipar pozitív részbe, és újra lesznek olyanok, mint például most volt a Baldur's Gate 3, hogy el lehet tőle ájulni, de meglátjuk. Egyről az látszik, hogy mindenki csak kurva sok pénzt akar keresni a játékokkal, a tartalom minőségére pedig kulázik. Kazutó, a jó isten jója mennyit kérdezem? Na nézzük! Havi Kazutó. Mikor várható digó nem változtató műtéte? Aliás, mikor várlak meg a Pettől? Ezt már megbeszéltük. Nagyon szeretjük a gyarott kinézetet, de ahogy egy keresnél visszatért, hogy átöltözésnek problémákat, vagy sokszor saj sajnálatra ad okot, folyton látjuk a kínlódást a szemedben. Hát ezt megoldottuk, szóval szerintem ennyi, egyelőre nincsen tervbe. Sikerült -e beilleszkedni kakuccson? Van-e már olyan helyi, akivel úgymond sikerült szomszédi lakosi viszonyt? kialakítani, illetve mit gondolsz a településre, hogy jól érzed-e ott magad? Hát figyú, mivel egy rettentő introvertált személyiség vagyok abban a szempontból, hogy itthon dolgozom, és másárolni megyek ki, így annyira nem. Van egy szomszéd, szerintem ott hát egy kicsit azért, azért olyan, olyan felemás a viszony, mert szerintem a párja annyira nem csíp, de maga a srác, aki mellettünk lakik, tök jó fej, szerintem egész jól el szoktunk beszélgetni, be egy szimpatikus, jó indulatú faszim. Szerintem mondhatjuk, hogy vele jó szomszédi viszony van. A másik szomszéd egy idősebb pár. Kedvesek, aranyosak. Én hálás vagyok. Jó fej szomszédaim vannak, mondhatni. A harmadik szomszédnak pingom sincs időként. Ő nyír vagy ő, vagy az egyik csávó, akit bérel. Nem tudom, hogy ki a faszom. Fogalmam sincs, meg. Tényleg nem. De rossz viszony nincsen sehol szerencsére. viszont nagyon nincs itt a környéken, akivel nagyon összeavárkodtam volna. Ártam azt, aki, aki néző is egybe, meg nem sokára lehet, hogy moderátor is, ő itt lakik a környéken, ő, tök jó, most ittunk is együtt. Még nem annyira vetettem bele az itteni életbe magam, szerintem csak a Pálinka fesztiválon voltam, úgy bekúrtam, hogy azon kívül, hogy Dőlöngértünk, szerintem sok minden ott nem volt, hogy kivel ismerkedtünk. Megismerkedtünk a feles pohára. Üm, nézzük, kövi. lehet -e tudni, mikor lesz a következő csudapes paplavak találkozó, hogyha lesz-e egyáltalán? Mi az, hogy lesz-e egyáltalán? Bátya. Csak azért is kérdezem, mert idén ö, azért fektettél sok mindenbe, főleg az újház projektbe, így mint néző, megértem, hogyha nem lesz. augusztus. Az a terv. Augusztus. Digo élettörténetében lesznek szakaszok, vagy örökre ez a bohókás kölök lesz, éljük is imádjuk a jelenlegit, sőt számomra jelenleg kedvenc alakításom tőle. csak te mondtad, hogy életút karakter lesz, ergo lesz változás, fejlődés, bár már most is alakul Digo, arra célodok, hogy Ramónának hála leszálltak a heréi, sokkal inkább, hogy ahogy egyre több dolog történik, kezd megérni, a kérdés, hogy eljutunk-e a felnőttesebb digóhoz. Szerintem pont most történik ez ő tímával. Szóval pont most van az, hogyha, hogyha legalábbis én ezt próbálom alakítani, hogyha nézitek, hogy most kezd el megkomolyodni egy kicsit, hogy most már azért nem is úgy beszél a közt teljesen, mint eddig, úgymond tanult azokból, hogy, hogy, hogy hogyan kellene viselkedni. Legalábbis én próbálom így összehozni, csak mellette úgy, hogy ne toljam túl, hogy ne egy ilyen Bam, akkor tegnap még Hello Picsa megvaszlak, aztán kisasszony hogy érzi magát. Szóval egy, egy ilyen átvezetés próbálok csinálni benne. Mindenképpen én szeretném valami felnőttebb, komolyabb irányba elvinni. Egyszer csak akár ahhoz, hogy idomuljon mondjuk hozzám, és akkor sokkal könnyebb lesz játszani magamat. <gül> <gül> hogy érzed, mostanában jól megy a streamerkedés, elkezdtél sortokat gyártani, és mit gondolsz jelenleg a csatornád alakulásáról? Hát a számok azt mutatják, hogy ezek a sortok meg mindent tök jól alakítják a csatornát. Hát feliratkozóban mindenképpen hullanak ki a régiek, meg azok, akik mondjuk csak RP miatt néznek, de miatt nem tagadom, nagyon régóta a feliratkozó szám az nem növekszik, hanem csökken, de mindig úgy van, hogy többen elmennek, de jönnek újak. És Hát baszki, egy csomóan megöregednek. Egy csomó emberrel találkoztam, aki, te vagy a Pablo, az meg, régen néztelek. Hát régen nézett, most már nem, most már leiratkozott. De ezzel nincsen baj, hogy ö, csökken a közönség, szerintem be fogunk állni egy bizonyos számnál, hogy ez mennyi lesz, ez majd igazából kiderül. Én még mindig úgy vagyok rajta, hogy ezzel tényleg nem stresszelek. A szám az növekszik, a feliratkozó szám csökkenése mellett, a nézési idő is ö, növekszik, meg úgy látom, hogy ö, hogy csípjátok ezt a sok sortot. Ezért csináljuk. Látom, hogy van értelme. Igyekszem ö, új embereket is bevonni. Remélem, hogy sikerül. Jó lenne azért egy ö, új közösséggel is gyakorlatilag assimilálódni. Most meglátjuk, hogy hogy lesz. Így. Hol a faszban van? Ja, hogy mit gondolok a csatornám alakulására? Már ilyen hónap lenne minden hónap, baszott. Rendben vagyunk. Ö, várható valami jó kis horror game a jövőbe? Horror hétfő, elkezdtük, csináljuk, nyomjuk. Ö, egyelőre a Breach Curse 2 toljuk, meg mellette nyomjuk a demonologist ö, próbálunk mindig valami mást is beletenni. Ö, horror hétfő, good times. Csináljuk meg. Mm. Illetve papi, papí, ezt nem kell elolvasni feltétlenül, az igazi csatornatagoknak és a lovagoknak. Jó van, hát akkor ez nem nekem szól. No, ő Áron Marosi, a papi, remélem, hogy jól vagy. Egyébként igen, köszönöm szépen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy bár tudom, nincsenek előre tervezett terpik, de szerintem tök jó lenne, hogyha Dugó du -ho. Digo több időt töltene ezt Ö, hiszen mégis élt 18 év után jó lenne őt jobban megismerni, vagy esetleg időtöltést tervezel vele közösen meglátogatni Feri sírját, Eszti igónak, az ő kapcsolat. Mit gondolsz, ebben nem a fantázia, hogy megvalósuljon? Én élném az ilyeneket, de pont nem szoktam senkire rátukmálni semmit, hogy ne legyen megbeszélterpi. Ezért én úgy vagyok vele, hogy ahogy Eszti alakítja, az úgy lesz. Igyekszem vele időt tölteni egyébként, amennyi engedi. De hát, és akkor van, amikor én, általában az emberek hétvégén vannak főképpen a szerveren akkor én meg értelemszerűen a családommal vagyok, hogy legyen családom. Szóval azért párom is dolgozik, ö, teljesen ellentétesen, mint én. Mire ő végez, addigra én már dolgozom, és hogyha hétvégén is streamelnék, akkor úgy érzem, hogy ez nem lenne vele szemben korrekt. Nem nehéz találni, ö, ö, szerintem 20 ezer jobb faszit, aki éppen egyébként több időt tudna rá fektetni, hogy itt boldoggát tegye. Így meg kell találni az időt, ez a hétvége, péntek, szombat, vasárnap. A másik kérdés, hogy ezt karakterét megformálna a hölgyet, hol lehet követni, akár Instagramon, vagy bárhol, szívesen nyomon követném az ő munkásságát is. nem tudom, és én ezeket az ICOC nem szoktam összekeverni annyira. Eszti pont írt már rám, így beszéltünk többször, de egyébként a játékon kívül a, a csudapesti emberek nagyon kevés része részese az életemnek, hiszen az egy játék, én úgy is kezelem, ott vagyok egy karakter, merőben más, mint én, kilépek a játékból, vége van a játéknak, én nem szoktam emberekre írogatni nagyon, így is nagyon sok barátom van, akit elhanyagolok, és, és még több embert felvenni azért, hogy még több embert hanyagoljak el, ne felelősségtelen lenne. Így pont a Timire is kérdezte valaki, hogy róla mit lehet tudni, fogalmam sincs, soha életemben nem beszéltem vele. Vagy hogyha igen, nem tudtam, hogy ő az. M mert ez egy szerep, játszunk, szerepjátékozunk. Ennyi. Haruno Arata! Szia, Pappera! hogyan tetszik lenni? Jöttem már néhány kérdéssel. Mi a kedvenc édességem? Vagy inkább sóspárti vagyok? Kedvenc édességem... A Profiterol az elég jó cucc. Az csípom. Sósból... Annyira nem vagyok sós. De igazság szerint se édességet, se sót nem szoktam enni. Én nem vagyok annyira desszertes. Na választani kell sósból mondjuk. Hát lehet, valami chips. jó csípős chips mondjuk. Következő kérdése pont ez, hogy mennyire szeretem a csípős ételeket. Csipázom, szeretem. Szeretem. Milyen zenéket szeretek? Teljesen változatos. A Disney hercegnőktől, a kecskebelező metálig minden, mindennek hallgatok. Mindig valaminek meg kell fognia benne, és akkor működik. Valahogy érdekelte a természetfotózás soha. Nem? Mm. nem. El kell menni, meg kell élni, de ennyi. De félek a kullancsoktól, mint a picsa ezért. Ezért nem. Fafaragás. Na, a fafaragás az már más sztori. Egy időben gondolkodtam rajta, hogy el kéne mennem asztalosnak és akkor csinálni mindenféle fantasy bútort, meg ilyenek. Ennyiben. Kiskutya ször ment a nyelvemre. Kiskutyám, muszáj neked ennyire vedleni? Muszáj neked ennyire vedleni, te kis büdös. Tudom, hogy meg ne puszilgassalak, akkor nem leszek tiszta a Nem vagyok ott a Fallout streameken, nem az én ízlésem az egy és a kettő, várható az újabbokból is tartalom, itt gondolok a háromra és a négyre. Végigjátszás. Nagy végigjátszás. Egy, kettő, három. Fallout Tactics. Itt tartunk most. Utána jön a Brotherhood of Steel, amivel még nem játszottam, az valami 3D szar. Tényleg szarállítólag. Három. New Vegas. Négy. Fallout 76. De a 76-ot lehet előbb elkezdjük, mert rám a Falloutosok, és nagyon szeretnék, hogy csinálják már belőle valami tartalmat. Gondolom, hogy nyomni kéne. Üh, észrevetted, hogy kimaradt egy száma felsorolásban? Nem, de az ötös az. Köszönöm szépen. Ezek a kérdések jutottak eszembe, egyenlő remélem, hogy csodaszép napja lesz az úrnak. Puszilom a famíliát, átadjuk. Nézzük, Benedek, ő... Rosknyál. Szia! Elsősorban szeretném megköszönni a sok erpét, hiszen ha nincs is lehetőségem velem játszani, de mindig fenntartod iránt az érdeklődésemet, és jobbá teszed a napjaimat vele. Én köszönöm, hogy itt vagy, és nagyon örülök, hogy tudok örömet okozni ezzel. Na de a kérdés, hogyha úgy alakulna, hogy digot kirúgnák az asztakászból, inkább végleg cékezned a karaktert, hogy valami más irányba menné, esetleg rendőr, vagy ilyesmi. Más irányba mennék, egy másik bandába szerintem. Én ö, megnéznék mást is, baszki. Állandóan voltam már itt szervere minden szarda, nem voltam még bládzos, nem voltam még... Ö, mondjuk motoros bandába nem voltam, vagoszos, meg egy csomó nem voltam még, ami teljesen más emberek, és tök jó lenne egyébként idővel megismerkedni más emberekkel, úgy, mint egy csapat, de nem látok arra egyébként sok rációt, hogy ezek az emberek akarnának velem játszani, már csak azért sem, mert egy streamer, mint én, most heti kilenc órát van, az nem sok egy frakciónak, egy pörgősebb frakciónél sokkal többet vár el, így nincsenek tévképzeteim, és hálás vagyok az azt a kösznek, hogy mégis velem tart, és, és ilyen csibi -csuda csapat. Milovan van Stanojevic, Vilojon Stavinovic, Skiribam Bumbam, Csirim bambu. Milyen személyiséget tervez a karakternek DIGO után? Tudom, hogy ez még odébb van, csak kíváncsi, hogy fogalmam sincs baszki, ötletem sincs. Most DIGO-ba fektetjük az energiát. Nem tudom, nem tudom még. Tényleg, lehet valami komolyabb mafiózó egyébként. Egyszer kipróbálnék, hogy mennyire nézhető. Alexander az, az, az nem sikerült olyanra, amilyen kellett volna. De egy komolyabb mafiózó. Hogyha lenne mafia a szerveren, az, az lehet, hogy gizda lehetne. Tudod, aki ilyen izé illedelmes a csajokkal, meg mindennel, és mindig öltő nyakkendő, nincsen maszk, csak irányít át. Ja, ugye ugye faszom, nem tudom, tényleg fogalmam sincs. Szebi sport, szia papi, lesz új házról videó? Digónak lesz gyereke? Hát a házról nem tervezek. Az olyan privát dolog egy kicsit, amennyi látszik, az látszik, hogyha lesznek mondjuk ilyen kerti videók, akkor valamennyi látszik belőle. De annyira nem. Itt a stúdiót meg már igazából videóztam le. Maximum abból csinálhatok meg még egy ilyen kifejezetten roomtourt, hogyha akarjátok, mert ez a hely, ahol dolgozom, ahol itt vagyok nektek reggeltől. Beülök ilyenkor reggel 9-10-kor, és 10-ig itt vagyok. Kajás megszakításokkal. Meg ilyenek kiskutyással. De, igen. Next dj meg fog Digó egyszer annyira komolyodni, hogy elérje a Hercer Alexander komolyságot? Remélem, de tök jó, hogy valaki még emlékszik rá. Faludi György, OD. Oh, oh yeah. Szia, papi. Hogy mint vagy, hogy bírod a kötelező RP-t? Számítottunk új kontentere a jövőbe, hogy igen, milyen témámra. Figyelj, most bírom az úgymond kötelező RP-t, ezt a heti három napot. Mert mert megint tök jó dolgok vannak, meg, 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 meg zajlik, meg feszkó van, meg nem csak az van, hogy most mit raboljunk, meg kergetnek a rendőrök, hanem hanem igazi szerepjáték van, és ez, ez nagyon nagyon élvezetes számomra. Új kontent a jövőben? Hát most csináljuk folyamatosan a végigjátszásokat igazából, ilyen kettő-három körül már, vagy négy körül minimum el szoktam kezdeni streamelni. Ha még ennél is többet csinálnék, akkor a háttérbunkákra nem maradna semmi idő, és akkor meg azért úszna el szerintem a csatorna. Szóval, hát én igyekszem végigjátszásokkal, most ilyen specifikus nappa, hogy most horror hétfőzünk, meg ilyenek, vinni bele egy kis izét, egy kis fincsit, de ennyi. A kötelező rp be annyi zavar, hogy mindig csúcs műsoridőbe csináljuk, és emiatt mondjuk olyan játékok, amik érdekesek lehetnek, azokon nem kapnak, nem kapják meg azt a nézői figyelmet. Mondjuk, hogyha jön valami új faszám. Ennyi. Kövi kérdés. Karga. Ötös lottó nyerő számai. Ö... Kis kutyám? Megsukod? kiskutyám. kis kutya? Azt mondja, 14, 3, 32, 69, 69, és a többi az sajnos titok. Kell a pénz egy új cicára. Gamer with Hum, ha bármelyik ember életével helyet cserélhetnél, ki lenne az és miért? Hát figyelj, biztos van ezer ember, aki sokkal boldogabban él, vagy sokkal ö, pénzesebb, vagy sokkal több élmény jutott az életébe, mint nekem, de azért nem cserélnek senkivel. Ez az én életem, ez olyan, amilyenre én alakítottam, ezt én vittem végig. Az első pillanattal, és én fogom befejezni az utolsókig, nem cserélnék senkibe helyet. Ha egy híres történelmi esemény szemtanúja lehetne, melyiket választanád, és miért? Azt, amikor föltalálják, azt, hogy örök élet nem öregedés, és ott lennék, amikor rajtam tesztelik először. Ha lehetőséged lenne bármelyik korban élni, melyiket választanod, és miért? Hú, szerintem reneszánsz, meg kurva jók voltak a ruhák, meg, meg ilyenek. Meg törkarda a vívás, átos aramis, meg kiskutyám. A reneszánsz az, az menő. Középkor az, az nem véletlenül sötét. Középkor, hogyha jó helyre születnék, lehet, hogy azt is élném, de a reneszánsz az, az, az ott szárnyalt a művészet, ez biztos nagyon jó idő lehetett az emberiségnek. Milyen alternatív karriert választanál, ha nem azzal foglalkoznál, amit jelenleg csinálsz? Hát, az asztalosról beszéltünk, hogy valami kreatív munka, az tök jó lenne. Az a probléma ezzel, hogy az nem fizet így nyomorogni mindenhogy lehet. Milyen karrier? Hmm. Az informatikát aztán engedtem, az, az volt elég, de egyébként legyetek informatikusok, meg kurva jó pénz van benne. De, de talán, ha az egészet kezdeném, akkor vagy valamilyen szakácszerűség az menő lenne, ami ö, nem kifejezetten az, hogy tőled, ö, 12 órát kukso a tűz felett, hanem valami gurmi. Nem tudok főzni, azért valószínűleg. Vagy pedig valami olyan kreatív építész, vagy valami valami merőben más, mint amit csinálok, és amivel bármikor foglalkoztam, épp azért, mert az új élményt és új tapasztalatokat nyújt. Én azt gondolnám, hogy ez az út. Az azt mondja, milyen a falusi élet, eddigi tapasztalatok mit mutatnak visszafejlődés a fővárosi élethez képes, vagy ellenkezője? Figyelj, eddig egy kétszobás lakásban, dolgoztam reggeltől estig, most pedig egy kertesházban. Kertesházat választom, előrelépés mindenképpen. Ami hiányzik, az a család azért. Nem gondoltam, mert olyan sokat nem találkoztam velük, de azért hiányzik, hogy bármikor, érted, kutyát sétáltatok, lemegyek anyukámhoz a boltban, megiszunk egy kávét, kicsit pletyizünk, jön a mama, blablabla. Bla, bla, Hát ilyen nagyon egy helyen volt a család Budapesten. Az azért hiányzik, de ezen kívül maga élet szerintem egyértelmű előrelépés az, hogy, hogy sikerült 38 év után összegerebjézni egy családi házat, még hogyha nem is túl közel Pesthez. Azon kívül meg szerintem nem tré. Nem, járok el annyit, de eddig se voltam most már. Azért jóval nyugodtabb életet élek, mint régebben. Nem, nem zavar, sőt, tehát, hogy ez a jobb fejlődjön az ember egy kicsit, legyen szeridebb már. Most már azért az életének a felén is kezdek túl lenni, ilyenkor most már azon kell gondolkozni, hogy ö, építse az ember, magát ne csak rombolja, meg ne csak ö, új tapasztalatokat akarja mindenképpen szerezni, és ö, megőrülni, meg hasonló, hanem a meglévőket ö, csiszolni, hogy valami igazán szép jöjjön ki belőle és azt hiszem, hogy elfogytunk, baszkika. El, elfogytunk, gyermekeim az úrba. Hát ez egy jó, hosszú, 48 perces Q&A volt. Én úgy gondolom, hogy olyan sok hülyeséget nem mondtam bele, ezért leszek olyan bátor, hogy bágatlanul fogom ezt felrakni nektek. Annyit fogok belevágni szerintem, hogy a kérdéseket beledobálom, meg azért az elejébe belehallgatok, mert amikor volt ez a nyereményjátékos dolog, akkor mivel azért rosszul esett nekem, amilyen stílusba írtak, lehet, hogy izé, lehet, hogy nagyon csapongó voltam ö, szóhasználatba. De ennyi. Még egyszer hálásan köszönöm mindenkinek egyébként, aki feltett kérdést. Köszönöm szépen a csatornatagoknak a folyamatos támogatást, akik gyakorlatilag megadatik nekik, hogy ilyen qa csináljunk nekik, és mindenki másnak is egyébként, aki a csatornához tartozik támogató vagy néző épp annyira fontosak vagytok, de értelemszerűen a támogatók azok, akik elhozzák nekünk, hogy én itt leesek nektek heti öt napban, hiszen nélkülük nem tudnám ezt folytatni, nem engedhetném meg magamnak, hogy ez dolgozom teljes állásban. Köszönöm. Mellette köszönöm a visszajelzéseket, és arra kérnélek titeket, hogyha bármilyen észrevételetek van, de tényleg bármi, nem kell addig várni, amíg felbasszátok magatokat, és, és ingerből írtok, nyugodtan írjatok. De ne úgy, hogy szia papi, és utána nem írtok semmit, hanem nyugodtan leírhatjátok a wall of textet, elolvasom, igyekszek válaszolni rá, biztos vagyok benne, hogy rengeteg építő jellegű kritika is lesz benne, illetve lehetne benne, és abba is, hogy sok minden olyan, hogy úgy látjátok, hogy szerintetek ez lenne jó, de nem fogunk egyet nem is kell mindenbe egyet érteni. ettől függetlenül inkább miatt felrobbantok, és elkezditek hergelni magatokat feleslegesen, beszéljük meg, egy közösség vagyunk, egy csapat. Köszönöm szépen a figyelmet, töltődjetek fel jól, és várlak titeket a következő ö, csatornatag QN-re, ami kövi hónap elején lesz, szóval nem sokára megosztom majd a következő posztot, ahol feltehetitek majd a kérdéseteket, és túlhatjuk, mint az állat. Ne felejtjétek, ma holnap kikerül a Steel Series Nova headsetnek a sorsolása, pontosabban a nyereményjáték, és utána majd sorsolunk. Puszi!